Nézzük a mai házi feladatot. A 234. oldalon volt a 16-os. A zárfeladat szövege azt tartalmazta, hogy van egy számsorozatunk, amelynek az első eleme a 3. A rákövetkezőt pedig úgy számoljuk ki, hogy vesszük ennek az elemnek a kétszeresét, plusz még 12 és felett. Tehát ezt meg kell szorozni először 2-vel, és hozzáadni 12,5-et. A feladat meg is adta a második elemet, a 18,5-et. És innentől kezdve még 2-5 darab ilyen számítást. Nincs más dolgod, mint megszorozni a 18,5-et 2-vel, hozzáadni 12,5-öt, és már is megkaptad a 49,5-et. És ha így folytatod, a legvégén egy 3-jegyű számot fogsz kapni, a többit már neked adom feladatban, próbáld megcsinálni. A B feladat is hasonló volt, ott is a 3 volt az első szám, és a következő számjegy szintén a 18,5 volt, de már más volt a szabály. A szabály szerint meg kellett szorozni az elemet 7-tel, és ki kellett vonni belőle 2,5-et. Ennek a sorozatnak a második eleme szintén 18,5 volt, mert ezzel a szabállyal ugyanúgy 18,5 jött ki. Az volt a feladat, hogy még számolj ki 5 ilyen elemet. A szabály ugyanaz, szorozd meg 7-tel, vonjál ki belőle 2,5-et, 127 lesz a harmadik elem. Szerintem a többit már magatoktól is ki tudjátok számolni.